A Hevesi Sándor Művelődési Központban ma két időpontban is várták az óvodás és iskolás gyerekeket a Rumini című zenés mesejátékra. A Berg Judit könyve alapján készült színdarab már az egész országban népszerűnek számít. A darabot bemutató Pesti Művész Színház 21 éve magánszínházként működik, és tagjai már a 28 különböző gyerekdarabot állítottak színpadra, csaknem 200 felnőtteknek szóló előadás mellett. A szereplők többsége különböző színész iskolákban végzett, többen kisgyerekkoruk óta foglalkoznak művészettel. A színház vezetője Fogarasi András hangsúlyozta, hogy a Berg Judit írásai alapján készült művet nagy siker övezi a gyerekek körében. Ez egy abból a szempontból egy különleges előadás, hogy a Berg Judit, aki mai gyerekek számára mindenhol ismert sztárszerző, úgymond, ugyanis ez a Rumini a Ferit-szigeten, ez az alsósoknak még ajánlott, illetve részben kötelező olvasmány is, és nagyon-nagyon szeretik. 7 könyv van belőle, és ebből a 7-ből gyúrtak össze egy színdarabnyi előadást, és ezt eddig csak a Budapesten játszották a Magyar Színházba, és most ők tavaly levették a színről, és így mi tudjuk vinni az országba mindenhova. Szerencsét látom, hogy elolvasszuk minden fémet. Na, állítsátok fel, aztán döntsétek el! A darab alapvetően kisebb gyermekeknek szól. A Rumini egy kalandos előadás, amely olyan témákat érint, mint a szerelem, barátság, gonoszság, és természetesen jön a csattanó a végén, ami egy nagy tanulság, a barátság fontossága. Árulta el stábunknak a főszereplő Ruminit játszó Berec Kristóf Uwe. Nagyon érdekes volt, amikor megkaptam a felkérést, mert ez volt az első alkalom, hogy címszerepet játszhattam, úgyhogy nagy is volt a felelősség, de aztán a bemutatón is, meg azóta minden előadáson is, amin játszottam, a közönség is visszaigazolt, meg hála Istennek a Berg Judit, a szerzőnő is nagyon pozitív véleménye volt az előadásra, úgyhogy ez mindenféleképpen siker volt. Pászti Viktória már 7. éve tagja a Pesti Művész Színháznak. Nagyon szereti ezt a szerepét, hiszen egy nem mindennapi királylányt játszik, aki egyben huncut, kedves, bájos, de a színésznő szerint emellett vagány és belevaló is. A karakter tulajdonságait magában is próbálja megkeresni, mert úgy véli, hogy ezek az adottságok mindenkiben megvannak. Én vagyok Csincsili, nagyon szeretem ezt a szerepet. Csincsili a Ferit királylánya, és hát a Ferit király bajba kerül, mert a gonosz Moira elvarázsolja a Feritek népét, és hát Csincsili megszökik a szigetről és segítséget hoz, így találkozik Ruminivel. Ez egy nagyon másmilyen királylány szerep, mint amilyeneket megszoktunk a mesében, mert a Csincsili egy belevaló vagánylány, odamondogat, de mégis érzőszívű, és aztán van benne játékosság, kedvesség, huncutság. A társulat tagjai minden évben bemutatnak egy új gyerek és felnőtt darabot. Az idei repertoárban a Csipke Rózsika és az Anna csak egy van című Márk Camoletti komédia szerepel. Terveik szerint a Ruminihez hasonlóan mindkét előadást Nagy Kanizsán is bemutatják.